A polisz.hu által kiadott hivatalos rendőrségi közlemény adatai szerint 2021. március 6-án egy fiatal sükösdi lány találkozót beszélt meg egy fiúval a helyi labdarúgó pálya közelében, majd külön autókkal mindketten kimentek a település külterületére. Egy elhagyatott úton a férfit a nő három társa várta. Egy személygépkocsival bevágtak a sértett elé, megállásra kényszerítették, majd az egyikük, a fiatal lány barátja, Bántalmazta a 19 éves helybélit, aki súlyos sérüléseket szenvedett. A férfitől a támadás alatt még a kocsi kulcsát is elvették, azért, hogy ne tudjon elmenekülni. Az esettel kapcsolatban a bajai rendőrkapitányságon nyomozás indult. A bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható, 20, 21 és 22 éves sükösdi férfiakat, valamint 18 éves női társukat a rendőrök 2021. március 10-én elfogták és előállították. A cselekményben bűnsegédi szerepet játszó fiatal lány kihallgatása után szabadlábon bocsátották, ő az eljárás jelenlegi szakaszában szabadlábon védekezhet. Társait azonban a nyomozók őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására. Információink szerint a bántalmazó a dusnoki származású fiút jelenleg kórházban ápolják többszörös álkapos töréssel, súlyos, több túl gyógyuló sérülésekkel.